Nagy tisztelettel, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Megmondom őszintén, kicsit meglepett, hogy ilyen sokan vagyunk. Hál' Istennek. Úgyhogy elengedem a fülem mellett. Mert különben az első percben összevesznénk. Sanyi, figyelj, idefele így mondtam a páromnak, hogy mondom, most inkább úgy vezetném ezt a műsort. Hát nem. Hát most ezt így el is engedtem. Hát megtudtuk, hogy hülye vagyok. Most már igen, de nem van. Igen, a múltkor a mikrofonba mondta Sanyi, hogy minden alkalommal elkésem. Tehát ugye ezt, amikor életemben először késtem. Nehezen tudom megemészteni azóta is. Szóval ebből is kiderült, hogy Csintalan Sándor. Dévény István. Konok Péter. És Puzsér Róbert. Jó estét kívánok! De majd fölveszem. Majd a francba. Most még nem beszélek. Mondtam, hogy a pörzse hülye is hallott. Jó, az... Igen, az lenne a technikai kérdésem, hogy fönn hallanak-e minket? Igen, minden rendben. Tehát akkor hallották, hogy hülye vagyok. Komolyra fordítva a szót, Orbán Viktor a héten tartott egy zárt körű beszédet, amelyben sok mindent mondott, de a legérdekesebb, vagy számomra a legérdekesebb, és aztán kíváncsi vagyok természetesen arra, hogy ti mit gondoltok erről. Tehát egy olyan víziója van a miniszterelnök úrnak, hogy rövid távon talán úgy fogalmazott, hogy meghatározó középhatalommá kell válnunk. Regionális közép. Most a régió, nem tudom melyik a régió, tehát ahol közép, de hát azért mindenképpen meglepő. Mi a véleményetek erről? Tíz év konjunktúra állt Orbán Viktor rendelkezésére, hogy regionális középhatalommá fejlessze Magyarországot. A kapitalizmus történetének legsodróbb, legnagyobb GDP-vel járó, legnagyobb intenzitású konjunktúrája volt ez a tíz év. Ez a tíz év egy történelmi esély volt Magyarország számára, hogy beteljesítse Orbán Viktornak az ábrányait a mi középhatalmi státuszunkról. És ez a szerelősorhoz, meg a nagybirtokrendszerhez volt elég. Ez a tíz év, ez a feudalizmus restaurációjához volt elég. És most, hogy szorul a hurok, most, hogy romlik a belpolitikai, külpolitikai megítélése Orbán Viktornak és a rendszerének. Most, hogy Tölgyesi Pétertől idézzek, viharfelhők gyülekeznek a Magyarország, vagy hát az Orbán rendszer fölött. Most ő egy ilyen nagyívű tervvel áll elő, hogy középhatalommá kell fejleszteni Magyarországot. Itt volt ez a tíz év. Ez a tíz év Magyarország történetének egy nagy-nagy-nagy lehetősége volt, és Orbán Viktor meg a rendszere ezt a úgynevezett nemzeti tőkés osztálynak valójában hát a saját hűbéreseinek a feltőkésítésére használta. Erre volt elég. És itt van a nagybirtokrendszer nyakunkon, itt van az összeszerelő rendszer a nyakunkon, és nem középhatalmi státusz. Most jut eszébe Orbán Viktornak, hogy véget ért a 10 év fényes konjunktúrája? Hogy mit kellett volna gondolni a 10 évvel, 12 évvel ezelőtt? Hogy mi lett volna a helyes terv 12 évvel ezelőtt? Csak érdekes módon, amikor a nyertes lottószelvény ott van a kezében, mindig jobb helye van annak a pénznek. Az oligarcháinál. Mindig jobb helye van annak a pénznek, mint az oktatásban, mint az egészségügyben, mint Magyarországban. Magyarország rászorult volna erre a pénzre, de ennek jobb helye volt az oligarcháinál. És most elkezdi magyarázni ezt a középhatalmi státuszt. Ez a vonat, ez elment
Orbán Viktor pedig ott áll az állomáson a középhatalmi ábrándjaival, és azt mondja, hogy jön még a vonat. Nem. Nem jön a vonat jelenleg, kilátásban sincs olyan konjunktúra jelenleg, kilátásban sincs ennek a válságnak a vége. Majd ha eljön ennek a válságnak a vége, majd ha jön egy újabb konjunktúrának a kilátása, akkor újra ott lesz a lehetőség, hogy Orbán Viktor nagyot álmodjon, de valahogy olyan érzésem, hogy akkor megint az oligarcháinak fog nagyot álmodni, és nem nekünk. Én egyáltalán nem értek, én meg egyáltalán nem értek veled egyet, Robert, mert kihagytad az egyenletből a háttérben meg húzódó Gyurcsány szállat. Tehát lássuk be, hogy itt egy romokban heverő országot kellett újjáépíteni, vízidíj például, hogy nem mondjak súlyosabb dolgok, tandíj, és hát azért a Fidesz kormány szerintem nagyon kiválóan teljesítette, és mindezt azért mondom, mert valaki a előtérben, amikor itt beszélgettem vele, akkor Deák Dániel nevét említette, és nem bírom kitörölni a fejemből, úgyhogy most így mai műsora így maradtam valószínűleg. És Orbán Viktor most az elszalasztott lehetőségnek a birtokában világpolitikai folyamatokra, a hidegháború újra képződésére, a blokkosodásra, hogy a keleti blokk újra feláll, a nyugati blokk újra feláll, erre fogja rá, természetesen nem vállalja a felelősséget semmiért. Természetesen nem vállalja a felelősséget a 10 év elszalasztott konjunktúrájáért, a 10 év elszalasztott középhatalommá fejlesztéséért, és arra hivatkozik, hogy hát most itt feláll újra ez a keleti, meg ez a nyugati blokk, ez a blokkosodás, hát ez nem kedvez, nem a blokkosodás, nem a keleti, meg a nyugati blokk újraépülése nem kedvez Magyarországnak, hanem hogy Orbán Viktor ebben az újra felálló hidegháborúban, hidegháborús blokkosodásban Magyarországot a rossz oldalra állította. Az nem kedvez. Nem az, hogy újraépült a keleti meg a nyugati blokk. Az még nagyon kedvezhetne nekünk, ha a nyugati blokkban lennénk. De mi a keleti blokknak a nyugati szövetségi rendszerbe ékelt ügynökei vagyunk. Na ez így nem kedvez. Az biztos. De hogy ez valójában Orbán Viktor politikájának a csődje. És semmi más dolga nem lenne, mint vállalni a felelősséget a saját politikájáért, de hát nem Orbán Viktor lenne, ha vállalná. Nekem azt tetszik benne, hogy arról beszélünk, hogy Orbán Viktor zárt beszédet tartott, és most itt kivesézzük ennek a lényegeit. Tehát ugye a zárt körű beszédét nyilvánvalóan nyílt körű közönségnek szánt. Engem egy ilyen hajós kapitányra emlékeztet egyébként, aki azt így detektálja, hogy süllyed a hajó, sőt már így súrlódik is az alja, de elkezdi magyarázni, hogy egyrészt mi direkt így akartuk, hogy süllyedjen, tehát igazából nekünk ez a süllyedés kedvező, már látom a partot, és elmondja, hogy ez a part milyen gyönyörű. A partot ugye rajta kívül senki nem nagyon lát, de ő már azt is tudja, hogy az hogy fog kinézni, és hát azon a parton, azon mi, hát én nemrég még az volt, van egy ilyen emelkedés egyébként a jelszavaknak, mert nemrég még az volt a vezérfonal, hogy nem leszünk gyarmat. Azóta kiderült, hogy gyarmat az voltunk, vagyunk, leszünk, de hogy gyarmatként azért regionális középhatalomként kezdünk funkcionálni, tehát van egy nagyívű ilyen evolúciója ezeknek a képeknek. Ez mind szómágia. Tehát igazából, hogyha így lefejtjük, nekem egyik ilyen kedvenc tézisem az Asimovnak az alapítvány, talán igen, az első részében van egy ilyen gép, nem tudom, biztos olvastátok, emlékeztek rá, hogy az a lényege, hogy mindenféle politikai beszédet beletáplálnak, és akkor dekonstruál, mint egy rendes posztmodern szerkesztő, és a végén kírja, hogy miről szólt a beszéd, mi volt a lényege. És van valami baromi hosszú beszéd, hogy beraknak, és persze nulla jön ki. Hát itt majdnem nulla jött ki. Tehát pár mondatban összefoglalható, hogy a regionális középhatalom, meg tényleg a nagy távlatos világpolitikai, nem is tudom, változások és elemzések, amiket Orbán Viktor kinyomott, hogy ebbe valójában, hát igazából két üzenet van, folytatjuk így tovább, szerintem ez egyértelműen benne van, és ez a lényeg a pakrának, hiszen eddig is, amit csináltunk, az egy jó irányba vívő dolog volt, hogy ahova most eljutottunk, az egészen kiváló. Másrészt pedig, hát ami a nekünk szóló üzenet, ez a mászhatok ki a szarból egyedül, mert ez így fog menni tovább. Mert igen, amit ahogy a Robi mondta, a pénzek majd mennek az oligarchákhoz, gyarmat leszünk, gyarmat vogymuk, isapor és homu, már második András idejében majdnem nem lettünk gyarmat, de aztán ugye megoldotta az aranybullával, hogy nekünk jó legyen és független. Nagyon-nagyon egyszerű üzenet. Amúgy pedig ez a regionális középhatalom, neked is úgy látom, ez akad be, nekem is ez, hogy
hogy akkor melyik a régió, tehát azt mondta, hogy közép-európai regionális középhatalom. Most Közép-Európában olyan nagyon nagy hatalmak nincsenek, nagyon kis hatalmak se nincsenek. Amik vannak, azok ilyen, hát így egymáshoz mérten nagyjából legál középhatalmak. Ebből mi azért egyébként csak lefele tudunk kicsöppenni. Tehát miközben regionális középhatalommal válunk, miközben Orbán Viktor víziójában ugye fejlett országá kell válnunk a félperifériából, ahol hát nem tudom, a Gyurcsány szál miatt kerültünk egyébként, hát a közben, hogy mondjam, elhúznak mellettünk azok a másik ez a regionális középhatalmacskák. Figyelj, Péter, rátapintottál a lényegre, irányban. Mert természetesen veled sem értek egyet, mert szerintem ez egy nagyon fontos, már-már történelmi jelentőségű beszéd volt. Ugyanis megértettem belőle, hogy mi történik a magyar gazdasággal, a magyar társadalommal az elmúlt 10-12 évben. Ugye így néztük, hogy menjünk így, hogy hátra. Mi kell az előzéshez? Mert ugye azt mondta Orbán Viktor ebben Banyar. Egyrészt... Meg tempó, ugye? Tehát, hogy azt mondta, hogy fel fogunk zárkózni a fejlett országokhoz. Ahhoz mi kell? Lendület. És az, amit a csúzli, hogy előbb így hátra kell húzni. Az megvan. De még Bulgária mögöttünk van, tehát még nem engedjük el a magyar tigrist, vagy leopárdot. Majd, hogyha Bulgária is elénk vágott, akkor, és akkor majd onnan egy ilyen nagyon látványos fejlődés veszi olyan, kezdetét. Csak várjátok ki, tehát hadd rakódjon már, mint a guanó Orbán Viktornak a víziója. Tehát várjunk ez egy kicsit. Nem a zsömle kicsit, vagy tök türelmetlenek. De a gumi az feszül. De nem olyan egyértelmű, hogy Orbán Viktor fogja a csúzliból a követ kilőni előre. Lehet, hogy önmagát fogja hátra kilőni. A csúzlival. Azt látjuk, hogy de feszül. Nekünk mind a két olyan, megoldás jó, nem? De olyan nehéz. Nem, hát akkor a csúzlit engedik el magát, és ugye akkor, ahogy tartja az ember, legalábbis gyerekkoromban, ugye jó pofán verte vele magát az ember, ugye, mert fogta a követ. Hát mi várjuk legalábbis. Hát várjuk hogy veri magát pofán Orbán Viktor, de azt hiszem, hogy nem nincs előttem, hogyha mondjuk Tadzsikisztán, vagy Türkmenisztán, vagy Fehér Oroszország itt lenne Magyarországon, az középhatalom lenne. Hát nem hiszem, hogy az lenne. Nem tűnik teljesen annak. Hát ez a politika, meg az ehhez tartozó politikai, gazdasági, kulturális szerep és identitás, az nem a középhatalmi státuszunkat erősíti, hanem ezt az Oroszország szatellitállama készülünk lenni. És persze ilyen dumákat meg lehet ereszteni, hogy Magyarország középhatalom akar lenni a régióban. Hát ehhez először is a régióhoz kéne tartozni. Orbán Viktor éppen kiszervezi a régióból az országot. Egy Közép-Ázsiába, egy közép-ázsiai régióban. Annak még lehetünk a húzó állama. Hogyha ez lenne a mondás, hogy mi mutatjuk az utat Tadzsikisztánnak a fejlődéshez. Arra azt mondanám, hogy igen, ez egy távlatos terv, és ehhez nagyjából a politika is megfelelő. Tehát ehhez kifejezetten az oligarchákat kell feltőkésíteni. És az meg már zajlik. Tehát itt a célok nincsenek helyesen meghatározva, azt érzem. De gondolj bele, hogy Vecsésen már olajat találtak, úgyhogy nem sokára mi is lehetünk ilyen olajisztán. Se a célok, se. Annyit húznék hozzá először is, hogy én ilyen szavakat politikusokkal kapcsolatban nem szívesen mondok. Itt valahol nagyon-nagyon komoly baj van. Magyarország elköltött, vagy a magyar kormány elköltött több pénzt, mint a második világháború után, amiből annál több pénzt, mint amennyivel második világháború után a Marshall-terv keretében Európa nyugati felét be lehetett indítani. És ennek a túlnyomó többségét effektív módon ellopták, és nem akarom sorolni azt, amit már az előbb elhangzott. Ennek következtében lényegében rendőri felügyelet alatt áll az ország, csak úgy tudunk bemenni a bankba, vagy a magyar kormány akkor tud bemenni a bankba, hogyha egy rendőr vagy egy biztonsági őr kísér, mert különben ellopjuk a pénzt, vagyis ellopják a pénzt. Ez az az úgynevezett megegyezés, amire hivatkoznak. Na most ezen körülmények között arról derilálni különben, hogy a blokkosodás keretében mi leszünk majd, vagy Orbán szándékai szerint Magyarország lenne az az ország, amely kelet és nyugat között közvetít, miközben jelenállás szerint egy blokknak vagyunk a tagjai. Szeretném azért ezt a gondolatot, hogyha egy picikét megrágnánk. Tehát mi most NATO tagok vagyunk,
és az unió tagjai vagyunk. Ha az Orbán arról derilál, lehet, hogy persze ma már nem emlékszik rá, tegnap azt mondta ezen a zárt körül, utána Mandineren nyilvánosságra adott beszédében, hogy ezek szerint, ő mondta, nem én, kilépünk a blokkból. A NATO-ból is, meg az Unióból is. Ezt mondta. Itt nincs mese. Ezt mondta. És az, hogy egyébként Putyin szatellit állama akar lenni, azt hiszem, hogy elég evidens. Mindig elsiklunk afelett, vagy sokan elsiklanak afelett, ugye a Schmidt-Marie szokta mondani, hogy is mi van, ha az oroszok nyernek? Végig kéne ezt gondolni, és talán nem csak arról kellene beszélni az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy ki mit mondott a magyar értelmezők meg elemzők szerint, hanem mondjuk például el kellene gondolkodni azon, hogy mi történik akkor, ha az oroszok nyernek tényleg. És megengedhetjük-e magunknak ebben a helyzetben, hogy blokkon kívül vagyunk? Hogy egy hülye analógiával éljek, elég hülyén venné ki magát, hogyha most én megpróbálnék úgy viselkedni a magam fizikai és pszichés állapotában, mintha 20 éves lennék. Az analógia arra vonatkozott volna, hogy azért, hát enyhén szóval röhögő rohamot kapok akkor, amikor ott tartunk, hogy ennek az országnak a vezetője a 21. században arról vizionál, és azzal eteti ezt a jó népet, és ettől egyébként a férfiak egy jelentős része erekciót kap, hogy mi középhatalom leszünk itten. Márpedig ki fölött, és nem is nagyon menek, kikre gondolhat, hát kikre. Kire játszottak akkor, amikor a Novák Katalin nem ment el a szlovák állam megalakulásának 30. évfordulójára? Miről szólt a közönsége? Azzal szórakoztak, most nem mondom a neveket, hogy ők is öregebbek annál, mint Szlovákia. Majd most egyébként beszarva Orbán Viktor elvonult a miniszterelnöki vacsorára. Ami egyébként nyilvánvalóan az eddigi taktikának megfelel, mert ide is beszél, meg oda is beszél, meg amoda is beszél, és döntően a saját közönségének. Na most ebben a helyzetben én szerintem ez a verbális álmodtutás előbb-utóbb ki fog fulladni, és ezt azért szeretném aláhúzni, mert ebből számomra az következik, hogyha ezen a téren eszköztelenné válik, már pedig lassan-lassan eszköztelenné válik, és mesztelen lesz a király, akkor én azt gondolom, hogy a politikai erőszakhoz fog fordulni. Úgyhogy ilyen szép jövő előtt állunk az én felfogásom szerint. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ne azt nézzétek, amit mondok, hanem amit csinálok. És ilyen vonatkozásban annyiban vitatkoznom kell a Sándorral, hogy nem egy tömbnek vagyunk a tagjai, hanem kettőnek. Kettőnek vagyunk a tagjai. A nyugati tömbnek is a tagjai vagyunk, meg a keletinek is. Az Amerika meg az Európai Unió által megszervezett észak-atlanti katonai, illetve az Európai Unióhoz tartozó gazdasági tömbnek is a tagjai vagyunk, de mi ennek az orosz érdekszférának is a tagjai vagyunk. Hát az előbbinek de jure, az utóbbinak meg de facto vagyunk a tagjai. Ha nemzetközi szerződéseket nézzük, akkor az alapján az Európai Uniónak és a NATO-nak vagyunk a tagjai. De ha az Origót olvassuk, meg a Megafont nézzük, akkor meg azt látjuk, hogy hát nem. Hát nem. Hát mi az Eurázsiai Uniónak vagyunk a tagjai. Igen, hogy ha azt nézzük, ahogyan ők formálják a közvéleményt, ahogyan ők formálják a maguk táborát, ahogyan ők hangolják a magyarokat, akkor azt látjuk, hogy ez nem az Európai Unió, ez nem a, mi nem a nyugati szövetségi rendszerhez tartunk. Tehát az van, hogy Orbán Viktor beléptetett minket mindkettőbe, az előbbibe pénzért, az utóbbiba meg identitásért. A nyugati szövetségbe pénzért, a keleti szövetségbe meg identitásért, meg gázért, meg titkosszolgálati támogatásért, meg még az Isten tudja, hogy mennyi mindenért, hiszen azok a szerződések nem nyilvánosak, ellentétben a nyugati szövetségi rendszerhez való revonatkozó szerződésekkel. És hogy most a szituáció az az, mert ez Orbán Viktornak a nagy művelete, a nyugati szövetségi rendszert kijátszani a keletinek. Pénzért, gázért,
titkosszolgálati támogatásért, meg úgy általában az autoriter rendszereket történelmileg megtámasztó orosz szuronyoknak a védelméért. Nincs itt köztünk ellentmondás, amikörben csak a pillanatnak vagy a tendenciának egy másik elemét ragadtuk ki. Egyetértek azzal, amit mondasz. De ugye ennek is mind eléggé sajátos következményei lesznek. Mind a kettőnek, vagy mind a két aspektusból, amit itt most felsoroltunk. Egyrészt ugye előbb-utóbb de facto és de jure konkrét álláspontot kell foglalni. Én azt gondolom, hogy ez el fogja ezt az embert vezetni oda, ha csak meg nem akadályozzuk, meg ha az előállt szituációban nem akadályozva meg a magyar társadalom, hogy de jure is szakítson az Unióval, illetőleg a NATO-val. Vagy kényszerek hatására szakítson. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy ennek az előkészítése folyik. Abszolút elképesztő dolgok zajlanak. Tudom, hogy nagy poén az, hogy ki mit nem néz és ki mit nem lát, de nagy csacsiság különben. Egészen tébolyult gondolatkörök futnak. A másik dolog az az, hogy ugyanakkor meg ebben van egy őrült paradoxon, mert abban a pillanatban, hogyha mi átállunk az úgynevezett eurázsiai tébolyzébe, abban a pillanatban egyébként Orbán Viktor politikai jelentősége megszűnik. Nincs. Tudnék, nekünk addig van politikai súlyunk, illetőleg Orbán Viktornak, amíg a NATO-ban is mondjuk például tudunk baszakodni a finn meg a svéd, tehát konszenzus kell, tehát amíg vétójogunk van, nevezzük ezt most vétójognak, klasszikusan jogilag nem fogalmazok precízen, de nevezzük ezt vétójognak, és amíg ez az Unióban is így van. Addig tudunk egyébként árulók lenni, ameddig ez a státuszunk fennáll. Abban a pillanatban, hogyha ez megszűnik, abban a pillanatban a világpolitikai jelentőségünk megszűnik, de ugyanakkor például Orbán Viktor és az oligarchák biztonsága az ő képzetük szerint megnő. Mert az eurázsiai rendszerben ez a hatalmi elit biztonságban érezné magát. Itt nem érzi magát biztonságban. Hiába mondja azt, hogy kompromisszumot kötött, rendőri felügyelet alatt vagyunk. Sajnos a haza is. No szóval, sok tényező múlik el, és mondjuk a magyar társadalom ellenállásán nagyon sok minden fog múlni, ha egyáltalán lesz ilyen, és hogyha mondjuk ez kifeszül, én nem tartom kizártnak, hogy valami olyasmire játszanak, bár ez mondjuk a lisszaboni szerződés alapján nem lehetséges, és a NATO-ban sem lehetséges, hogy úgy tessékeljenek ki bennünket, mint ahogy a néppártotból kitessékeltek bennünket, ez az egyik dolog. A másik, ami korlát szerintem az az, hogy én nem tudom, hogy ezek az emberek mennyi felhalmozott vagyon után fogják magukat biztonságban érezni, és hogy eljön-e az a pillanat, amikor úgy gondolják, hogy ezt a vagyon biztonságba kell helyezni. De ez elképzelem magukkal a biztonságukat egy kutyinézébe. Magukkal együtt. Egyébként szerintem ez a vagyon soha nem fog biztonságba jutni, mert egyébként, ha az ő politikai súlyuk és jelentőségük megszűnik, abban a pillanatban azért a keleten elhelyezett pénzek veszélybe fognak kerülni, mert szartér a harag hatalom nélkül. Elképzelem a biztonságot, úgy gondolják, hogy majd ők egy ilyen putyini jellegű biztonság, hogy a garancsérak így mondják, hogy hú, de szép magas torony, és mennyi ablak van rajta. Tehát azért ez a biztonság, ez meglehetősen relatív. De amúgy ez szerintem érdekes, az oligarchák kérdése, illetve az a Orbán titkos beszéde, vagy nem is tudom, zárt körű beszéde nyilvánosságában, ez volt egy ilyen passzus, amit arról szólt, hogy ugye milyen problémákat okozott nekünk a nyugati liberális szabadversenyes kapitalizmus. Na most én nem vagyok a nyugati liberális szabadversenyes kapitalizmus nagy híve, úgy gondolom végtelenül igazságtalan rendszer, de a nyugati neoliberális kizsákmányoló kapitalizmus egy rabló állammal, egy olyan állammal, amelyik tényleg egy oligarcha klikket tart fenn, odaforgatja vissza a társadalmi összterméket, ami aztán ugye elvesztik összpénz jellegét és magánvagyonokká alakul át. Tehát ez a párosítás, amit Orbán Viktor egyébként elénk mint pozitív példát tesz, sőt, mint a magyar sikerek egyfajta zálogát, ugye a nemzeti tőkés osztálynak nevezett, hát tényleg ilyen rabló lovagokból és lézengő meráni ritterekből álló bagást, plusz ugye a nyugati multiknak az összeszerelő üzemét és rabszolgatelepét. Tehát ez azért, ennél azt hiszem, hogy még ez a gonosz nyugati, kvázi szabadversenyes, bár már rég nem szabadversenyes monopol kapitalizmus is jobb, illetve nem jobb,
feltételezi az olyan félperifériákat, meg perifériákat, mint amilyen Magyarország, mint amilyen a büszke nem gyarmat országa, aki mi vagyunk. Csak megint ugye a szómágiával, akkor azt lehet rá mondani, hogy de hát ez nem gyarmat, ez nem kisország, ez ugye regionális középhatalom, meg bármi lehet egyébként a Nemzeti Együttműködés rendszere és Tündérország, ahol híre sincs a télnek. Tehát amikor Orbán Viktor kvázi antikapitalistának mutatja magát, akkor kapitalistább a kapitalistáknál, ezt azért ne felejtsük el neki, mert Döbrögi úr is kapitalista, Mészáros úr is kapitalista, csak igen, kizárják azt a szabad versenynek azt a részét, hogy azért a tőkért és a profitért valamilyen módon a tőkésnek és kapitalistának is meg kell dolgoznia, vagy legalább meg kell küzdenie. Magyarországon ugye jóban kell lennie Orbán Viktorral, illetve hát az állammal, amit ő testesít meg. Azért ez feudalizmus. Sánd, várjál, csak el fogom felejteni, mert te hosszú leszel, meg most látom. Rövid leszek, meg kis gyors vagyok ma, hogy amit mondtál egyébként... Hát megnőttél, hogy rövid leszek. Hát igen. Hogy amit mondtál, Sándor, az így gondolatokat ébresztett én bennem, mert ez nagyon jó ez a kép, ez a Magyarország csak úgy mehet bankba, hogy egy rendőr kíséri, mert különben ellopnák a... és neveztem ezt a Magyar Uniós megállapodást Mária Hilfestrasse paktumnak. És akkor inkább helyére kerül a dolog. A másik az meg amit Robi mondott, hogy ugye két blokk, és hogyha akkor a izé, de jure, de viszont, hogyha a Origót nézzük, akkor a másik. De szerintem, hogyha az Origót nézzük, akkor egy harmadik blokknak vagyunk a tagjai, méghozzá a nagycsöcsű focista feleségek rajongó klubjának. Házi feladat, műsor után mindenki nézze meg az Origó címlapján. És ami kimarad ebből a valóság értelmezésből, amit mi itt most csinálunk, azt szerintem a fideszeseknek a reakciója egy ilyen Orbán beszédre. Hát imádják. Tehát, tehát ez egy baromi jó tudat, meg érzés, hogy megint nagyok leszünk, megint erősek leszünk. Hiába mondanád el nekik, hogy itt volt a 12 év, meg a, de ők ezt élvezik, és szeretik, és olyan jó, mert ugye van kormányzás, jó kormányzás, nem, nagy fos az egész. Ezért ilyen virtuális valamit kell építeni, és ez ennek a része, nem? Tehát senki nem veszi igazából komolyan, aki egy kicsit is gondolkodik, de közben olyan jó ilyen vallásosan hinni benne, hogy majd megint, és ez kicsit olyan, mint a Vármegyék, hogy az is egy ilyen virtuális akármi. Szar a kormányzás, de ott van a dicső múlt. És akkor azt lehet szeretni, meg lehet dédelgetni. És nem jó így belegondolni, hogy középhatalom leszünk. De amikor ott állt a vasútállomáson a középhatalmi express, akkor nem akartunk felszállni. Pedig vitt volna minket a középhatalmi tutiba. És hova? Nem akartunk felszállni. Robi, baszki, hova vitt volna? Van ott nyugatra, az félelmetes. Ja, igen. Migránsok vannak. Igen, de nem én házalok a középhatalmi státusszal, hanem Orbán Viktor. Most ő ezt kitalálta, most, hogy nincs ott a vonat. Most, hogy elment. Most, hogy nincs vonat, most szeretne vonatozni. Vonatozni fogunk, és akkor a fideszesek azt mondják, hogy nem látjátok a vonatot? És akkor néznek egymásra, hogy hát a miniszterelnök úr látja, hát akkor bizonyára ott van a vonat. Hát felszállunk, és visz minket. Most, Robi, hogy válság van, nem konjunktúra, ilyenkor nem épülnek középhatalmak. Robi, volt rá 10 fasz a év. Csak tudod, hol állt a konjunktúra express? Felcsúton, bazd meg. Tehát, hogy... Bicskéig jutottunk hát vele, kb. Igen. Ez itt a nagy veszély, amiről a Sándor beszélt Orbán Viktor számára. Ezért hivatkozik a blokkoknak, ezeknek a hidegháborús tömböknek a rekonstrukciójára, mint nagy veszélyre, ami Magyarországot, vagy hát az ő rendszerét fenyegeti. Mert a kettős ügynököknek nem kedvez az, amikor éles határokat húznak, amikor vasfüggönyök szabdalják Európát. Ez nehéz kijátszani a vasfüggöny egyik oldalát a másik ellen, a másikat meg az egyik ellen. Ott valahova állni kell. És hát Orbán Viktor nem szeretne, mert nyugatra állni nem szeretne, mert nyugaton már eljátszotta a becsületét. Keletre állni meg azért nem szeretne, mert ő keleten nem értékes. Ő kelet és nyugat közé ékelve értékes Putyinnak. És abban a pillanatban, hogy őnek oldalt kell választani, vagy a hiányzó becsületét ostromolhatja hiába nyugaton, vagy a hiányzó érdekérvényesítő képességét ostromolhatja keleten. És egyik sem kecsegteti őt túl nagy sikerrel. Szóval így áll most Orbán Viktor, neki ez a hidegháborús státusz hát nem nagyon kedvező. Szerintem ezt is félreérted.
Egy kicsit engem tudjátok mi ezt meg? Egyetlen mondat. 5-6 évvel ezelőtt ugyanígy, meg még egy-két ember ültünk a szabadfogásban, ugyanerről a témáról, nagyjából ugyanezt mondtuk. Tehát, hogy Orbán Viktor addig számít valamit a Putyinnak, addig tartja őt játékban, amíg ugye nyugaton integráltnak látszik. Tehát igazából hosszan el tud ezzel a kvázi hinta politikával dolgozni. Ő most már azért szerintem kopnak az eresztékek, mert tényleg most ugye sokkal élesebb a helyzet, mint amikor, nem tudom, tényleg 2017-ben mondjuk erről beszélgettünk, sokkal kiélezettebb a történet, de hogy, és még csak annyi, hogy mondtad, hogy de mit gondol erről az átlag Fidesz, vagy nem, nincs átlag Fidesz, a Fideszes, hogy örül neki. Mi a faszt tudna Orbán Viktor mondani, aminek a Fideszes nem örülne? Eleve nem mond olyat, ugye ki lemondok. Ki van ez bugizva, hogy mit mondjon, de tényleg kiállna Orbán Viktor egyik zsebében homár, a másik zsebében egy csecsemő, és nem a homárt vennél a csecsemőt, megenné nyílt színen. Azt mondaná kedves egészségére a miniszterelnök úrnak, gonosz migráns csecsemő lett volna, hogyha felnő, vagy különben is hát megérdemli, mert megdolgozott érte. Tényleg ez lenne. Jegyzem meg, ha Gyurcsány Ferenc csinálna ezt, a DK-sok ugyanezt mondanak. Viszont nem értek egyet veled. Gyurcsány meg is csinálta, várjál. Szóval nem értek veled egyet, Péter, mert hogy ugye azt mondtad, hogy pár évvel ezelőtt itt ültünk, és hasonlót mondunk. Ott. Hát a nagy lópikulát, nézd meg a szabadfogás első adását. Ott ültünk, és ugyanezeket mondtuk. Tehát, hogy ez egy végtelen történetnek tűnik most már lassacskán. De akkor miben nem értesz egyet? Hát, hogy nem 5 éve mondott, gyakorlatilag mindig ezt mondjuk. Mikor volt, emlékszel pontosan a dátum? De hát ez egy örök téma, hogy most már annyit ismételtük önmagunkat, hogy már nem tudjuk, hogy mi a fenét kéne sok esetben mondani. De Sanyikám, magad nevébe beszél, jó? Tehát... Láttak már olyan kutyust, amelyik a Baromfi udvarban csak egyetlen egy tyúkot nem csíp, és azt követi, így a tekintetével, vihetik tőle az összes pulykát, malacot, az asszonyt, ő azt az egy tyúkot azt figyeli, és hogyha az közel jön hozzá, azt megtámadja. A többit nem bántja. Ez Gyurcsány Ferenc. Egyébként Sándor, nem láttad még Csintalan Sándort műsorban, amikor új vendég van. Az az igazi. Sanyi, én téged nagyon szeretlek, az összes barátomnak elmesélem, és most véresen komolyan mondom, hogy mekkora intellektuális élmény vagy. Nekem komolyan mondom. Az előbb hülyezett le. Nem. Nem, figyelj ide, abból a világképből, most nem menjünk ebbe bele, tényleg nagyon messzire jutottál, és én ezt végtelenül tisztán... Ezt vicc nélkül mondtam, na, tényleg, komolyan. Halál, komolyan mondom, igen. Véresen komolyan mondom. Véresen, el nem tudtam volna képzelni. Jó, persze, elmondja, igen. Én komcsi vagyok. Ja, pont ezt akartam, hogy ez olyan szép, hogy a volt MSZP is mondja a volt Jobbikosnak, és a volt Fideszes röhög rajta. Nehéz innen visszatérni a valóság talajára. Nem, mert maradjunk annál a kérdésnél egy pillanatra, hogy évek óta ezt mondjuk. A dolognak ez a természete. Egyrészt, másrészt pedig sok-sok évvel ezelőtt ezeknek a döntő része megérzés volt. És ugye az ember amúgy is szembe kerül ez a dilemmával, és ez nagy kihívás a mi kis hazánkban, a politikai, hogy kiabáljuk a farkast, és akkor majd akkor jön, és akkor nem jön meg ez a maszatolás ebben a dologban. Csak hogy nem arról szól itt a történet, és nem az a lényeg, hogy most akkor kivette észre először, meg hogyan, meg mit tudom én, meg hogy sokszor mondjuk, hanem a dolog kezd élesbe fordulni. Kezd kőkeményé válni. Azzal együtt, és igazából az lesz a kollektív élmény, hogyha ebből valamiféle politikai akarat származik, nem pártpolitikai értelemben nyilván, pusztán, mert hogy arra a félelemre, meg arra bizonyos fideszes körökben orgazmust kiváltó ígéret cunamira, amit itt az Orbán fölvázolt, erre egyre nagyobb szüksége lesz, és a félelemre meg különösen. Itt ennek a pasinak az utolsó olyan verbális, meg pszichés lehetősége az, amiben most belekerültünk, és ezt azért muszáj konstatálni, vagy észrevenni nevezetesen, az, hogy rettegni kell a világtól, a világ félelmetes, itt lesz az apokalipszis,
de én megvédelek benneteket. Azt gondolom, hogy ha az ember körülnéz, jártában keltében az emberek egy jelentős része egyébként apokaliptikus vízióktól retteg. Ezt a rettegést egyébként ők szítják is, az Origótól a nem tudom micsodáig. És ez a félelem, ez mondjuk tényleg megfontolás nélkül egy gyakorba tud terelni bárkit, hogyha valaki megígéri elemi ösztön szinten, márpedig ez egyelőre számára rendelkezésre áll, mert minden ellenkező híreszteléssel szemben az is igaz, hogy mindezekből alig jut információ a magyar társadalom 90%-ához, csak éppen az, hogy félni kell, és én megmentelek benneteket. Tehát nem ilyen szofisztikáltan közelítik meg, és nem szofisztikált az üzenet, és nem szofisztikáltan fordítják le. Hát nem. És más eszköz nem fog maradni, ha ez kifullad, csak a politikai erőszak. És ettől nem vagyunk olyan nagyon messze, egy olyan helyzetben, amikor egyébként az iskolarendszerből kaszárnyát akarnak csinálni. Visszatérve azért ugye az eredeti gondolathoz, a régióhoz. Nekem Horvátország, ha azt mondják Magyarország, hogy régió, akkor nekem Horvátország például ide tartozik, vagy oda tartozik. Hát ugye ilyenkor beszélünk mindig a Pistával arról, de hát mit gondol a Fideszes? Ugye Horvátországban bevezetik az eurót. Mit gondol a horvát arról, hogy mi középhatalom akarunk igen, lenni? Igen, hát hogy oda, hál' Istennek nem jut el ez a baromság, amit mond a mi drága miniszterelnökünk. És hát ugye egyébként meg csak csendbe teszem hozzá azt a fájdalmamat, amit szintén többször elmondtunk, hogy szerintem a magyar állam mint olyan nem működik. Nem működnek. Se a hivatalaink nem működnek. Semmi. Óriási az infláció, a nyugdíjrendszer veszélyben van, nincs egészségügy, nincs oktatás. Azt nem tudjuk, hogy van-e közbiztonság, mert ahhoz reális híreket kéne kapnunk. Nem folytatom, mert ezt önök mindannyian ismerik. És hát csak a saját életemben olyan elképesztő történetek vannak az egészségügy és a különböző számlák befizetése kapcsán, hogy abban bele se kezdek, mert akkor itt estig itt ülünk, és én szólozok. De azért itt most fölvetem azt a problémát, hogy gyerekek, képzeljétek el, hogyha valami csoda folytán, mit tudom én, valami borkai ügy kiderült volna, nem szorosan arra gondolok, amit a borkai csinált, hanem valami olyan, ami demoralizálta volna a fideszes szavazótábort, és valami 1%-kal befut Márki-Zay Péter. De most ez miről itt? Arról, hogy nincs ellenzék. Tehát oké, megbeszéljük, hogy zuhan a Fidesz népszerűsége, de és van alternatíva? És hát egyébként van, nem hát lennénk sokkal nagyobb bajban, ha most az az ellenzék, aki ezelőtt fél évvel, ezelőtt, nem tudom, 6-8 hónappal ezelőtt akart kormányra, hogy képzeljük el, ha ők lennének most ott. De Sándor, a Márki-Zay most mondta el, hogy izé mi a teendő, azt mondta, hogy hát ugye Orbánt már nem lehet pártokkal és választásokkal legyőzni, ezért ő most akkor alapít egy pártot. Félreértjük az ellenzéket, ha úgy gondolkodunk róla, hogy jobb lenne, hogyha ők győztek volna április 3-án. Ez az ellenzék nem arra van konstruálva, nem arra van kitalálva, hogy ők győztek volna, lett volna, egyáltalán a győzelme lett volna az alternatív, ez az ellenzék. Pont annak az előállítására szolgál, annak az előállításában egy segédeszköz, de integráns, amiről a Sándor beszélt, meg amiről általában beszélünk, a folyamatos bizonytalanság, félelemgerjesztés, annak az ellenzék azért van, hogy megmutassa, hogy nincs alternatíva. És az ellenzék ilyen szempontból roppant sikeres. Tehát náluk sikeresebben a nem létező alternatíva nem létét megmutatni és elbábozni, nehezen tudom elképzelni, hogy valahol is bárki tudna. Ne kérjünk tényleg lehetetlen szegény ellenzéket. Drága magyarok, ennyit tudunk. De figyelj, egyik oldalon kiállítunk egy Orbán Viktort, a másik oldalon meg vele szembe senki. De Sanyi, nagyon... Senki. Na, tehát ugye az volt a kérdés, hogy most képzeljük el azt, hogy április 3-án a ellenzék nyer. Ez egy rohadt egyszerű feladvány, mert ha elképzeled, hogy mi történt volna, ha az ellenzék nyer, akkor most a miniszterelnököt Orbán Viktornak hívnák. Tehát, hogy ez nem egy bonyolult tétel, csak nem tudom, hogy erről van érte. Nagyon jó ütni az ellenzéket, én is imádom, mert nem csak az, hogy Orbánt, hanem több szemét is lehet egyszerre rúdosni, csak hogy nem, tehát nem látom ennek most már így az értelmét. Minek? Hát én is ezt mondtam tulajdonképpen. Ugye van ez a vízió, hogy az ellenzéki oldalon azért már elég sokaknak tele van a hócipője saját magukkal is, és van ez a vízió, hogy majd egyszer valaki így kiemelkedik. Jön majd az Orbán Viktorhoz hasonló személyiség, és majd ő
megjelenik, és akkor az ellenzék fölött lebegve összefogja a mit tudom én mit, és hogy majd ő lesz a méltó ellenfele. Ennek van szép történelmi előképe. Ez az egyetlen alternatíva maradt. Csak ugye ez egy ilyen fantasy, és akkor most ezzel mi mit kezdjünk? De mondom, ennek van egy olyan szép történeti előkép, amikor a francia forradalom már felzabálta önmagát. Már kivégeztek mindenkit. Kivégezték Dantont, Robespierre-ék. Aztán végül kivégezte Robespierre-t, és akkor mindenki azt mondta, hogy majd jön valaki, majd kiemelkedik egy demokratikus személyiség, aki összefogja, aki elhozza a szabadságot. Ez lett Napóleon. Azért mondom, hogy nálunk meg Orbán Viktor. A Medián ugye azt jelzi, hogy a Fidesznek folyamatosan morzsolódik le a szavazótábora, de az ellenzék ebből, ezekből a szavazatokból egyet se tud megkaparintani, hanem hízik a bizonytalanoknak a tábora. Na most ez a folyamat, és a szituáció az az, hogy a négy kemény télből, ami a következő országgyűlési választásokig el fog telni, még csak egy fél telt el. Az egy nyolcada telt el a kemény teleknek eddig. És az se, ez még csak a kezdet. És már érződik, már látszódik ez a folyamat. Morzsolódik le a Fidesz tábora, de az ellenzék nem tud növekedni, még a mi hazánk sem tud ezekből a szavazatokból szignifikáns mennyiséget megszerezni. Most a helyzet az, hogy ez a folyamat a végtelenségig nem folyhat. El fog jönni egy fordulópont. Egy bizonyos pont, amikor olyan akkora tömeg halmozódik fel a ellenzék és a Fidesz között, reprezentálatlanul, pártok által megszólítatlanul, hogy egy bizonyos fordulóponton átbillenve a pártstruktúra lecserélődik. Ki fognak nőni, ki fognak, azért a mennyiségű emberért, azért a tömegért, akikhez nem tartozik párt, el fog jönni egy politikai alternatíva, nem tudjuk milyen, el fog jönni egy politikai alternatíva, amelyik az ellenzék a Szabó Tímeáknak, meg a Tordai Bencéknek, meg a Jakab Pétereknek a hűlt helyére lép. És egy bizonyos ponton ez a végtelenségig nem mehet. Én úgy gondolom, hogy a bizonyos értelemben, bizonyos mértékig a Siffer András meg a Vona Gábor erre várnak, és nem gondolom, hogy a Siffer András meg a Vona Gábor az egyetlen, akik erre a pillanatra várnak. Én most tegyük a szférre, hogy a Siffer András meg a Vona Gábor alkalmas alternatívák erre. Hát ezt tegyük félre. Ezért mondtam, mert ez messzire vezetne. Igen. De, hogy egy politikai alternatíva, valamilyen képviselet azért a tömegért, amelyik az ellenzék és a Fidesz között gyűlik, el fog jönni, Robi, az biztos? Robi, azt el tudod képzelni, hogy milyen lesz az az alternatíva, amelyik a Fidesztől kezdve a mi hazánktól leszakadó tömeget egységesen meg tudja szólítani? Nem, hát az rosszabb, mint Orbán Viktor, ha belegondolsz. Várjál, én most... el se jött, várjál, de már rosszabb, mint Orbán Viktor. Hát figyelj, azt mondtátok, szidjuk az ellenzéket. Nem, a jövő ellenzék. Én most nagyon bunkó leszek, de tudod, mi jutott eszembe, hogy ezt mondtad, ilyen igazán beleélve a Woody Allennek a Szókratészről szóló kis rövidje, amikor a Szókratész ugye iszakja a bürokporrat, de előtte megkérdezi a tanácsot, hogy és ezt azért, mert azt mondtam, hogy egy filozófus királyra van szükség, mire a tanács azt válaszol, hogy nem, azért meg közben kacsingattál, és a torkodat köszönülted, és magadra butogattál. Tehát így persze, mert valaki meg fogja szólítani. Ez az, hogy nagyobbak az ambícióid velem, mint nekem. Persze, én részt vettem a választási kampányodban. Megint szeretnénk a Targoncán állva mellette szólokolni. Milyen dicsőséges volt. Karnyújtásnyira volt a közhatalom. De nem, azért egy valamit ne felejtsünk el. Tehát szerintem az fontos, hogy, és én ezt pozitív jelenségnek veszem, hogy erodálódik a Fidesz, azzal együtt veszem pozitív jelenségnek, hogy nem erősödik az ellenzék, mert szerintem fontos ebben a szituációban, hogy minél többen ismerjék föl pont ennek a pártstruktúrának az összefüggéseit. Azt, hogy ez mennyire tulajdonképpen egy, hogy a NER az egy egybefüggő rendszer, és ezen kívül
Hát egyelőre még nem az, hogy válaszokat keresnek, vagy megoldásokat, hanem ezen kívül pozícionálják magukat. Én azt hiszem, hogy fizikailag, és tudom, ez a veszőparipám, ráadásul már novemberben jósoltam, hogy novemberre jönnek majd a nagy felkelések, itt nem jöttek, mea culpa, nem mea culpa, de belátom a tévedést, szerintem lesznek ilyenek. Az a lényeg, hogy és itt ilyen szempontból ez kardinális kérdés, hogy ezt a látszólag depolitizálódó, valójában egy politikai ellenállás magját alkotó, vagy lehetségét alkotó, lehetőségét alkotó tömeget meg tudják-e úgy szólítani, hogy elbolondítják? Meg tudják-e úgy szólítani, hogy egy új, de lényegileg hasonló pártstruktúrába, mozgalomba, akármibe tagozzák be, vagy ez alulról jöve, ez a tömeg meg tudja szervezni a saját követeléseit? Most lesz, és egy kicsit ilyen reklámszerűen felkértek filmnagykövetnek, nem is ez a lényeg. A budapesti, ez a Nemzetközi Dokumentum Fesztiválon lesz egy film, mivel január 23-án és 24-én vetítik a Mamutban, a Sárga mellényesek felkeléséről. Ez szerintem egy gyönyörű szép film, nagyon szépen koreografált, ilyen hát kvázi dokumentumfilm, alapvetően dokumentarista, amiben nagyon érdekes beszélgetések vannak, de főleg az, hogy egy ilyen szituációban, amikor magára hagyja az embereket, a minden struktúra, amikor szembefordulnak velük az ideológiák, mert kiderül az ideológiák mögötti mesztelen érdek. Nem tudják pozícionálni magukat a baloldalra, mert a baloldal éppen ott Franciaországban azt mondja, hogy környezetvédelmi adókat kell kivetni a benzinre, ami nagyon szépen hangzik. Én tökre oda vagyok a környezetvédelemért, és az egyik frász, amit a Sanyi mondott, hogy mindannyian frászokban élünk, amiben élek, az tényleg a klímakatasztrófa frásza, de ugyanakkor ezeket az embereket tönkreteszi. Nem kapnak választ baloldalról, nem kapnak választ jobb oldalról, mert sosem kaptak, mindig a hülyék szocializmusát próbálták rájuk erőltetni, és pusztán azáltal, hogy magukra hagyattak ebben a politikai univerzumban, szóba kell, hogy álljanak egymással, és a legforradalmibb tette, legalábbis ebből a filmből is az derül ki, de ahogy én visszaemlékszem, itt a taxis blokád idején ez nagyon érzékelhető volt például Magyarországon, az, hogy az emberek szóba állnak magukkal ez egymással, ez baromi fontos. Ez az, ami minden hatalomnak szerintem a legnagyobb félelme. És ez nem ilyen, nem ilyen szépség királynői ízé akart lenni, hogy jaj, beszéljünk egymással, meg legyünk mind barátok, hanem tényleg az, hogy lényegileg a saját problémáinkat, ugye a semmit rólunk nélkülünk módon megbeszél, aztán majd kiizzadhatunk magunkból valamit. Az, aki lehet Szókratész is. Bennem mindig az a kérdés fogalmazódik meg, mert annyira nem látok bele se a horvát társadalmi közbeszédbe, se a franciába pláne nem. Persze az ember próbál tájékozódni, de vajon van-e máshol olyan vallásháború, mint nálunk? Ugyanis nálunk most már az, hogy valaki fideszes, ez egyszerűen ugyanaz, mint ez vallási, ez már hitkérdés. Egyesült államok. Most értette meg Győzike belépését, basszus. Egyesült államok nagyon hasonló. Nagyon hasonló. Ilyen értelemben Magyarország nagyon korszerű. Tehát mi tényleg, sőt, hát tulajdonképpen az élén járunk, hát a mi Trumpunk előbb eljött. Hát, és itt a döntő kérdés az én számomra az, mert ez így jól hangzik, hogy lecserélődik a pártstruktúra, de ki lesz az, aki vállalja azt a szerepet, amit 2018-ban Vona Gábor, 2022-ben Márki-Zay Péter eljátszott, hogy ide lőjetek. Kedves Megafon, kedves Origó, kedves Riposzt, kedves magyar bulvársajtó és közmédia, és a propaganda teljes vertikuma, ide lőjetek, én vagyok az alternatíva, velem szemben most bármi játszik, bármiért meg lehet mérgezni a kutyámat, el lehet venni a gyerekemnek a kedvét attól, hogy ebben az országban éljen. Itt most mindent lehet. Na és ki lesz az? Lesz-e valaki, aki ezek után elnézve, hogy a Vona Gáborral mit csináltak 18-ban, Márki-Zay Péterrel mit csináltak 22-ben, elnézve, hogy ezek az emberek az alatt a felmérhetetlen nyomás alatt, ami alatt voltak, milyen mértékben, hát hogy is mondjam, fordultak ki önmagukból, akár Vona Gábor, amikor beült a tévéstúdióba, és azt magyarázta a kamerába, hogy Orbán Viktor, te korrupt zsarnok, le foglak váltani, vagy akár Márki-Zay Péter a kampányban, tehát hogy ezt a nyomást, ezt épp pszichével nem nagyon lehet elviselni. Ebben az országban talán a Gyurcsányon, meg az Orbán Viktoron kívül nem is nagyon van olyan. Nem aki épp pszichével elviselte Gyurcsány és Orbán. Ez nem jó. Is épek. Nem, most egy kicsit nem, teljesen, nem teljesen épek, de minden esetre ők vállalják ezt. Igen. Ők azt mondják, hogy én kérem a következő ilyen kampányt magam ellen, én ezt már elbírom. De Robi, egy rosszabb helyzet szerintem, tehát ez egy féligasság, amit mondasz. Valóban, hogyha
kiemelkedne ez az új, fantasztikus politikai személyiség, akkor igen, azt kellene mondani, ide lőjetek, de utána azt kell mondani, meg aztán ide lőjetek, mert az ellenzéki média meg ugyanúgy szétlőni az ellenzéki párt, mi a párt média hátulról, nem tudom épp merre állna. Tehát, hogy aki megpróbálna, az nem a Fidesz próbálná csak visszanyomni, hanem az ellenzék is megpróbálná visszahúzni. De szerintem az ellenzéki párt média most már azt hiszem, hogy eléri lassan a gödör alját, hogy már nekik már ne kelljen a Párbeszédhez, meg az MSZP-hez, meg az ilyen pártokhoz úgymond igazodniuk, tehát ott már elég közel állnak a dezertáláshoz. Ahhoz, hogyha egy jól körvonalazódó, számukra elfogadhatónak tűnő alternatíva Orbán Viktorral szemben feláll, akkor mégse kelljen fölhívniuk Kunhalmi Ágnest, hogy most mit csináljunk át. Hát azért, hogyha, nem tudom, szerintem soha nem fogják elérni semmelyik propaganda így a gödör alját, de sokszor az ember már azt gondolná, tehát így annyiszor kaptam volna homárt, annyiszor úgy gondoltam, hogy ennél már nincsen lejjebb, akkor tényleg lenne egy ilyen óriási nagy tenyészetem. De gondoljunk arra, hogy mit csinált hogy viszonyult a Fidesz propaganda médiája és az ellenzék propaganda médiája, vagy revolver médiája mind a kettőnek mondjuk a két farkú kutyákhoz. És akkor azért mégis azt fogjuk látni, hogy hát majdnem, hogy azt mondom, hogy a Fidesz már igazából megengedőbb volt már, mint a Fidesz propaganda a kétfarkúakkal, mert ők ilyen kis vicces semmiségnek látták ezt az egészet, míg az ellenzéki propaganda média pedig iszonyú komolyan azt mondta, hogy itt nekik be kell állni a sorba. És egyébként Márki Zaj, amikor most pár nappal ezelőtt nagyjából felsorolja azt, hogy szerintem mik voltak a problémák, az többek között az, hogy ő felajánlotta nekik a parlamenti helyet, és nem éltek ezzel a lehetőséggel, ezért szétbomlasztották ezt az egészet. Tehát így ne legyenek illúzióink szerintem itt sem arról, hogy akár a propaganda szintjén, akár mondom a párt struktúrák szintjén, itt egy viszonylag egységes rendszerről van szó. Mondom, nem azt jelenti, hogy egy mastermind egy ilyen szürke eminenciás ül valahol, és bábozik, és mozgatja a állakat, és egyik kezéből Orbán Viktor lóg, másik kezéből Gyurcsány Ferenc, mert ez elég gyerekes lenne gondolni. Ez egy nagyon integráns, nagyon összetett, de nagyon együtt mozgó rendszer, ami kilöki, tulajdonképpen mint egy rákos sejtet úgy löki ki a változás lehetőségét. Erre van, hogy állandósítsa a lehetetlent egyébként, mert nincsenek állandó dolgok, nincsenek állandó rendszerek, minden változik, minden elbukik, ezt nagyon jól tudják, de erre van ez az egész kiépítve, ez egy védés, dacszövetség a politikai és a gazdasági elitnek. De ha ez így van, akkor megérdemlik, akkor valójában ők ezt az ellenzéket, amit szolgálnak, ezt érdemlik, és az ahhoz tartozó Orbán rendszert. De ugye, és tudod, amíg ők erre nem jönnek rá maguktól, hogy ők tartják fenn az Orbán rendszert azáltal, hogy egy nem létező alternatívát folyamatosan és következetesen alternatívának tüntetnek fel, akkor bizony felelősek ezért a rendszerért, amíg ezzel nem szembesülnek, addig bizony a támaszt Orbán rendszernek. Tehát ez így van, ők megérdemlik, mi nem érdemeljük meg. Jó, ezt már megbeszéltük, hogy mindenkinek a kurva anyját. Péter, értem én ezt, ezt röviden is meg lehet fogalmazni. Mindenkinek is. Azt akarom mondani, hogy most függetlenül attól, hogy itt most kompakt ez a rendszer, vagy nem kompakt, tény, ami tény, hogy ez az ellenzék intellektuálisan képtelen. Nem azt, hogy nem alkalmas, hát ez a bizonyítvány megszületett. Több választás után eléggé nyilvánvaló. Nyilvánvaló, hogy nem is ebből a körben kell keresni, vagy várni, vagy remélni, hogy változás lesz. Ennek néhány elemét lehet érzékelni, itt az oktatásügy környékén kitört dolgokból, de nem akarok ebbe belemenni. Nagy valószínűséggel az a prognózis fog megvalósulni, amire a Robi már utalt. A viszonyok meg fogják teremteni azt a kört és azokat az embereket, akik mindazokra a kérdésekre, mert ez itt a lényeg, és nem a teória meg, hogy most mi van Amerikában, meg a sárga mellényesekkel mi van, amely képleteket most itt az Orbán felállít, és ezek most már betörnek az emberek hétköznapjaiba. És akkor meg fognak szólalni emberek, embereket fogunk megismerni, ezek az emberek szerveződni fognak, és kénytelen lesz tudomásul venni az akármilyen állapotban lévő ellenzékinek nevezett revolver vagy nem revolver média, meg egyébként is. Úgyhogy amikor leegyszerűsödik és megfogalmazódik sok-sok emberben,
sok-sok alkalom eredményeképpen, ami már eddig is, és ezután is még rakódni fog, mint a guánó, hogy egyszer csak előáll ez a jó ember azzal a helyzettel, hogy na kérem, akkor kilépünk az Unióból, mert itt ezek a rohadékok, meg a rendőri fegyülegezből nekünk már elég. Meg megtörténnek azok a konfliktusok, amelyeknek az eszkalálódása nyilvánvalóan látható. Zsákutcában van az Orbán rendszer. Szociális értelemben és a politikai mozgásterét illetően is. És azt nem akarom elhinni, vagy nem akarom elképzelni se, hogy a magyar társadalom, bár azt gondolom, hogy ennek az országnak egy jelentős része tényleg a hülyékből áll, ezt minden körülmények között le fogja nyelni. Nem fogja lenyelni. Én szerintem, én leginkább azzal igyekszem tölteni az időmet, vagy arra odafigyelni, hogy hol vannak azok a jelek, azok az intézmények, azok a mozgalmak, akik és amelyek adott esetben akár téblábolva is, meg mindenféle ballépések, meg egyébként itt vannak a karaktergyilkosok, nem akarok, hogy még provokáljak egy kicsit, hogyha véletlenül valakiben feldereng valami tehetség, a konok az biztos, hogy lekutyapicsázza. Gondoljunk csak a Noárra, meg ezekre. Jaj, nem a Noár és a tehetség, bazd meg! Ez az egész, ami szokott lenni, hogy na és elmentek tüntetni, de mi lett? Semmi. Nincs következmény. Jaj, Isten. Ezeket az óhébe... De nem, én csak a te és a te kultúrköröd interpretálásában fogtam bele. Nekem nincs kultúrköröm, Sándor. Én vagyok. Szeret. Ó, Istenem, Péter, olyan naív vagy. Ki a kultúrköröm? Hát, nem egyedül a Péternek triggerpontja a doha. Tudtam, azért szándékoztam szóba, és gondoltam, hogy bátortalanul teszek egy ilyen kísérletet. Na de a dolognak az a lényege mégiscsak, hogy valahol, és ezt szeretném aláhúzni, mert én is szerettem volna mondani, de hát a Robi érdeme, hogy kimondta. Igen, meg fogja szűnni. Ez a kor hamarosan nagyon-nagyon patetikusan hangzik. Meg fogja szűnni ezeket az embereket, meg ezeket a mozgalmakat. Nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni, hogy tényleg bambabirkák gyülekezett ez az ország. Még mintha a szakszervezetekben is valami kicsi kis vér elkezdett volna. Nem. Figyeljetek ide, ahhoz azért kell, hogy észrevegyük. Sanyi, nem csak te vagy fejlődőképes, az Isten áldjon már meg. Sanyi, azért tévedsz, mert a Fidesz már is elkezdte az intellektuális utánpótlást. Már is elkezdte. Gáspár Győző is Fideszen. És akkor mi van? Személyes megtámadtatás egyetlen mondat, vagy egyetlen bővített mondat. Sándor, tőlem olyat nem nagyon hallhattál egy tüntetésről, hogy jaj, megint tüntetgetnek, és nem történt semmi. Én valóban úgy gondolom, hogy minden tüntetés, még ahol nem történik szinte semmi sem, az is egy tanulság. Ó, egy lépés, de ha neked a tüntetés szervezője nem tetszik, akkor már mindjárt mondasz ilyet. Nem. Engem soha nem a tüntetés szervezője érdekel, hanem a tüntetés résztvevői érdekelnek. Nem az érdekel, mi van a zászlóra írva, és nem is az, hogy kitartja a zászlót. Te, mint Orbán Viktor, ez egy pávatánc. Nem azt nézem, hogy mit mondanak, azt nézem, hogy mit csinálnak. Noár egész más kategória, egy üzletember. Én hozzátenném még ehhez azt, hogy az ellenzék az intellektuálisan úgy sokkal szarabb, mint a Fidesz, hogy közben morálisan nem különb. Igen. Na ez itt a nagy probléma, hogy itt valójában két pálya is van, amit be lehet futni. Van egy intellektuális pálya, meg van egy morális pálya. És bármelyiken ki lehet hívni az Orbán Viktor. Tehát nem baj, lehettek hülyék, csak legyetek becsületesek, és már meg lehet titeket szavazni. Nyilván nem 2022-ben, amikor Orbán Viktor helikopterről szórja a pénzt, hanem majd lehet 26-ban, amikor lehet, hogy már nem telik talán még helikopterre sem, nemhogy pénzre, amit szétszórjon. Majd meglátjuk. Jó, lehet, hogy erre mindig lesz. De ha erre mindig lesz, akkor a magyar társadalom tulajdonképpen mindig a pénzénél lesz. De akárhogy is, ez a kihívás, az ellenzék, vagy a reménybeli ellenzék, vagy majd a jövő párt struktúrája számára, ez kettős kihívás. Van egy morális kihívás, meg egy intellektuális kihívás. Lehettek hasonlóan becstelenek, mint az Orbánék. Ez tényleg
tényleg nyitva áll ez a lehetőség, akkor legyetek legalább annyira alkalmasak a kommunikációtokban. És most hagyjuk, hogy vezetni tudtok-e országot, de legalább a látszatában annak, hogy vezetni tudtok-e országot. Vagy hogyha hülyébbek vagytok, akkor legyetek becsületesek. És amikor mondjuk pénzt kaptok Amerikából, akkor nem mondjátok azt, hogy ez kis emberek dobták össze nekünk. De akkor mondjátok azt, hogy kaptunk pénzt Amerikából, nincs rajta semmi szégyelnivaló, hogy a CIA befektet a magyarországi ellenzékbe. Ez nem hazaárulás. Szerintem a Kremlnél kijárni Magyarországnak a jövőjét, Magyarországnak a eurázsiai tagságát a hazaárulás. Csak be kell vallani. És ennyi. És akkor a morális deficit az mindjárt elapad. Csak a morális deficittel hülyébbnek lenni az nem ér. Robi, az se lett volna baj, persze, hogyha ez a 3 milliárd látszott volna a kampányon. Hát nem ott látszott. Egyébként szerintem nagyon pessimistán nézitek ezt az egészet. Tehát nem értek veletek egyet nyilvánvalóan. Nem baj, Pista. Azért, mert például nem gondoltok bele abba, hogy van egy árnyék kormány. Nem gondoltunk bele abba. És milyen van az árnyék kormánynak? Árnyéka. Árnyék szavazója. Majd az árnyékom szavaz rájuk, basz, mert én nem. De azt nehéz mérni, érted? Azt nehéz mérni. De tényleg, még egy ilyen pozitív olvasat eszembe jutott, hogy mondjuk ott van a Párbeszéd. 1%-ot se vesztett a támogatásából. Nem, egyébként viccelődhetünk ezen a történeten, és én azon, és egy kicsit kötődik ahhoz, amit a Robi mondott el, hogy intellektuálisan ugye úgy gyengébbek, hogy morálisan sem erősebbek, hogy ez az árnyék kormány ötlet, ez úgy volt előadva, hogy mekkora nagy invenció. Végre csinálnak valamit, ugye ez mindenre, de hogy így el kellett ájulni tőle, vagy legalábbis nagyon sokan úgy csináltak, vagy azt mondták maguknak és másoknak, hogy végre legalább valami új történt. Most tényleg ez volt az új, hogy egy ilyen hozzánk hasonló talkshow-ba hetenként összeül a Gréci Zsolt, és föl van öltözve. Tehát így nagyjából... Nem ez... Ez tényleg úgy lehetett, mint hogy a Bödös mesélte ugye a Noéról, hogy a vakon meg lemaradt. Ugyanez történhetett ezen a bizonyos megbeszélésen. Basszátok meg, árnyék kormány! Heuréka! Ugye? Mert egyébként ezt egyébként nem mások is csináltak már árnyék kormány, csak hát ugye a kampány végére szokták ezt bedobni. Ezt ne feszegessük, hogy kik, mikor és hogyan csinálnak árnyék kormány. Te is csináltál, önmagában, Sanyi? Nem. Hát mondjuk a brit parlamentben az ellenzék évek, na mindegy. A lényeg, hogy abban önmagában semmi különös nincsen. Az a tragédia egyébként, ahogy az kinéz. Most nem vizuális értelemben, hanem mondjuk például tartalmi értelemben. Most ne vicceskedjünk, tényleg. Jó, most jó. Ez nem neked szól, hanem ha úgy teszik az árnyék kormánynak. Hát csinálják a dolgokat, kinek egy újszülöttnek minden vicc új, meg mit tudom én, ennek az árnyék kormányosdinak nyilvánvalóan a DK szekta számára igen komoly jelentősége van. Van tapasztalatuk ott elég sokaknak abban, hogy egy szervezetet hogy kell megcsinálni. Ennek nyilvánvalóan vannak korlátai, etikai korlátai. Én komolyan mondom, nem akarok ebbe az olcsó poénba belemenni, de mondjuk, hogyha velem az megcsináltam volna, vagy abban a helyzetben kerülök, amiben a Gréci, nem merek kijönni az utcára, de most komolyan mondom. De annyira gáz. Melyik helyzetre gondolsz? Ezek azok a problémák, de jó. De belépett a DK-ba? A leggázabb dolgokat felöltözve csinálja. Jó. Hát az a helyzet, hogy... Nyakkendőbe. Az a helyzet, hogy miután... Ti amúgy, ezt megnéztétek? Amúgy nem lehet a... Rá is rántottunk. Amúgy lehet persze emiatt fikázni a magyar politikai elitet, de végül is társadalmi közmegegyezés van arról, és persze ennek is megvan az oka, hogy mondjuk az erkölcsnek, az étosznak semmiféle köze nincsen a politikához. Egy ilyen helyzetben ne csodálkozzanak drága feleim és drága lelkeim, hogyha ennek a követelménynek a magyar politikai elit meg is fog felelni.
és így fog viselkedni. Ez a helyzet. És pedig, és még ráadásul a szélesebb közvélemény nem is tudja, hogy mit művelnek. Ott a mai magyar ellenzék képviselőről véletlenül többségben vannak. Dettó. Hát azért 3 millió Orbán országa ez. Azért. Amúgy egy mellékes anekdotát hagyd meséljek. A fatornyos falumba meg tudják csinálni a birka néppel. A polgármester, hogy előterjeszti, hogy ilyen-olyan adókat kell emelni, ő terjeszti elő a képviselőtestület elé. Majd amikor a szavazásra kerül a sor, ő nem szavazza meg a saját előterjesztését, a képviselőtestület meg, és amikor ez megtörténik, akkor rájönnek, hogy velük nagyon csúnyán ki lett most baszva. Mert a következő 2 évben a polgármester el fogja mondani, hogy mindaz a rabló helyi jogszabály, amit itt hoztak, ahhoz ő neki az ég, ott a világon semmi köze. De hát mit csináljon a képviselőtestület ilyen hülye? Na most itt tartunk ebben az értelemben. Ezeket a játékokat, ezeket a játszmákat át kell tudni látni, és abban az esetben eljönnek azok az emberek, vagy megszületnek azok az emberek, akik ahhoz kellenek, hogy ez az ország épelméjű legyen. Csak megjegyezem, hogy kardinális törvények megszavazásánál Orbán Viktor a függöny mögött szokott csúnyogni a parlamentben. Úgyhogy hasonló módszer. Úgy legyen. Ez lett itt a végszó. Kedves mindnyájan, itt most magát a műsor részét befejezzük, ugye ez kerül majd föl az internetre. Második Andrásról szó sem esett. Második Andrásról és az aranybulláról nem esett szó, pontosabban te megemlítetted az első felszólásodban, azt hittem, hogy már rögtön rá is térünk. Majd csütörtökön beszélünk erről. Úgyis jön a mozifilm, igen, és majd igen. Akkor beszélünk. Bár én lesz. Most már beszéltem olyan valakivel is, aki azt mondta, hogy a páratlan sikerre való tekintettel valószínűleg nem lesz mozifilm. Pedig még lenne mit javítani, mert egyen áll az IMDb-n, tehát az egy tized pontot igen. Még le lehet faragni. Igen. Bár mondjuk egyébként, az egy tized, odáig szorult vissza a nemzet. Az egy tized, ami az egyes fölé emeli, ott de, még kitartunk. De azért gondoljatok bele, tehát Magyarország képes úgyis polgárháborút vívni, hogy az IMDb-n vívja. Mert én láttam olyan csoportokat, akik arra szólítanak fel, hogy szavazzunk egyessel, megtettem egyébként felszólítás nélkül, meg látok olyan csoportokat, akik azt mondják, hogy szavazzunk tízessel, és per pillanat azért a itt a nyere, tehát az IMDb-n azért a nemzetellenes erők állnak. Vagy nem is tudom, azok a lézengő ritterek, akik nem akarják az aranybulla megbékélését, nem akarják, hogy egységes, történelmileg megrögzött, valódi, igazi országgá válik. El tudjuk képzelni azt, hogy arra egyesen és tízesen kívül bármilyen szavazat érkezett? Hány tízes szavazat érkezhetett, ha abból egy tizedre tellett? Én láttam 6-os szavazatot, amiben az volt, hogy a film baromi szar, na de van benne egy jó csöcs. Egyébként, de Origó palléroztak. Tényleg, ez az a film, ami akkor is tetszik, ha nem láttad, és akkor is szar, ha nem láttad. Mert hogy végül is úgy feszül egymásnak a két. Az országot kell nézni, abszolút. Az alapján el tudod dönteni. Hát de most nem lesz mozifilm, ez komoly, mert én már készültem. Lenyomtam a sorozatot, és vártam, hogy a mozifilm, hát annak más lesz a vége. Ez csak feltételezés, hogy nem lesz mozifilm, de ugye az a tragédia ebben, hogy még ebből is, tehát ebből nem szakmai kérdés lesz, amilyen az aranybulla, én most nem minősítem, mert ráadásul az egyik barátom a főkolompos, hogy tehát a barátom a főkolompos, ezt az idézetet itt kicsit ízlelgessük ezt. Mészáros Lőrincéknél ez van felírva. Vagy. Jó, tehát hogy ebből nem szok... a barátságot. Nem, hát akkor volt barátom, így mondom. De ha leendő főkolompos. Akkor még nem tudtam. Ürgebőr. Nótázászlós, mikor katona voltam, nótázászlós mindig föltartóztatta a reggeli torna alatt az illegális távozókat, akik mindig átugrottak a betonkerítésen, és a reggeli tornáról fölözöllő több száz katona között elvegyülve próbáltak bejutni a laktanyába. És Nótás Zászlós egyszer elragadtatta magát, mert annyira nem tudta megfogni ezeket a,
a diverzánsokat, hogy elővette a szolgálati fegyverét, és a legerig torna végén a levegőbe lőtt, ami hát finoman szogalmazva is egy kicsit túlzott reakció volt. És akkor az egyik srác, aki rendszeresen meglépett egyébként, mert már fél éve bevonták a katonakönyvét, az letérdelt a nótázászlós elé, így szétrántotta a mikádóját, és azt mondta, Feri bácsi, ide lőjön. És ez jutott eszembe, hogy én vagyok ez itt ebben a... Robi, ilyen emberek fognak kiemelkedni, vagy egy politikai vezetőnek. Kidelőjetek. Szóval csak elmondom az aranybulláról, amit akartam, hogy ez, ebben az országban még ebből a filmből is sem szakmai kérdés lesz, mert akkor tényleg nem kéne születni nagyjátékfilmnek, hanem még ebből is politikai kérdés lesz, pedig hát ebben semmi politika nincs, legalábbis az én szerintem. Hát Sanyi, hogyha valaki csinál azért egy szart, igen, igen, és hatalomban ez, van, igen, és erre elmondják neki, hogy a szar, és erre ő így milyen választ tud adni? Ez így van, azt, igazad van, ezt akarom rá, mondani, hogy egy szar vagyok, ezt akarom mondani, tehát ugye szakmai kérdésben ugye az van, hogy nem lesz film, de mivel itt megéltük már a Fidesz, sose hátrál ilyenkor meg, még az is lehet, hogy még betolnak egy kis pénzt. Második rész, bazd meg! Meghosszabbítják a platina bulláik. Tehát az aranybull, volt második aranybull, a kiegészítései egészen a mai Grániba vésett alkotmányig meg lehet hosszabbítani. Jó, elbúcsú. Tényleg basszus, kalandfilmet csinálni egy alkotmányozásról, tehát azért ez is durva. Nem, várjál, azt mondták, hogy tele van szerelmi szállal. Mondjuk várjál, én a szerelmi szállat csinál egy Péter, alkotmányozásból. Péter, én a mi alkotmányozásunkról szóló filmet megnézném Szájer Józseffel a főszerepben. Na ilyen vidáman elbúcsúzunk a kérdések, majd ezután jönnek. Köszönöm, hogy megtiszteltek, viszlát.